Hölgyeim és uraim, időről időre minket is utolér az a láz, amely az egész ország, mi több, az egész világ kultúrízlését próbálta éveken keresztül megfertőzni, sőt, még napjainkban is ezt teszi. Ezért időnként mi is bele-bele pillantunk a dél-amerikai szappanoperák szövevényes világába. Most egy olyan gyöngyszemre bukkantunk, amely a szappanoperák töltött káposztája, vagyis minden benne van, ami jó, és semmi, ami rossz. Hölgyeim és uraim, le ne vegyék a szemüket a képernyőről, ez következik most. Sou desse chão onde o rei é peão com laço na mão. Laça, fere, marca, deixando a ilusão de que tudo é seu com coragem de quem. Még mindig itt vagy, Luce Sita? Hiszen már rég Miguel Esteban Eduardoval kellene lenned, nem? Megígérted neki, hogy elmentek El Niño-ba és végigvágtattuk a pampán. Ó, oh, Don Pedro! Mentem volna, de most kaptam a szörnyű hírt, hogy Veracruznál megtámadták a pénzszállítmányt. Akkor a legjobb emberemet kell oda küldenem. Carlos Santana Diego Maradonát. Hol van már ez a naplopó? Nem tudom én az, Don Pedro. Vagy gitározik, vagy focizik. Pedig most itt van rá szükség. Tudod milyen, mikor felszívja magát? Senki sem állíthatja meg. Kérdezd meg Esmeraldát, hogy látta-e. Tehát, Don Pedro, Esmeralda nem lát. Nem lát? Nem lát? Mindig csak a kifogások! A pénzemből éltek, a semmit se kérhetek tőletek! Kerítsétek elő, de azonnal! Azt hiszem, a kancsó az asztalon, az borult fel. Nem borult fel. Tudtam én, hogy nem leszünk bejebb Esmeraldával. Halló? Carlos Santana Diego Maradona? Hol vagy? Micsoda? Hogy elutaztál? Don Pedro, szörnyen mérges! Veracruznál megtámadták a pénzszállítmányt, azonnal ide kellene utaznod! Mi az, hogy fellépésed van? Ám nem érdekel, mondd le! Folyton csak azzal a nyomorult gitárral bíbel ütközben, pedig elrabolják az összes pénzünket! Jó, akkor öltözz át! És beszélj Hugo Villardo Chavezzel, hát hogy tudja ki a felelős a támadásért! De mindenek előtt gyere ide, mert Don Pedro beszélni akar veled! Luce Sita, miért nem vagy nálam? Azt ígérted, hogy ma délután ott leszel a Haciendában. Épp most akartam bevallani neked, hogy a kis Nyúnyó valójában az én fiam. Mert amikor Donna Lucrécia lánya nálam aludt, akkor nem csak aludtunk. Ugyan Miguel Esteban Eduardo? Én ezt már régóta tudom. Donna Rosária már akkor elmondta nekem, amikor Juan Rodrigo eladta teljes szarvasmarha állományát és megvásárolta az olajkutat. Akkor mondok mást. De ez még nagyobb titok. Ha bárkinek elárulod, az életeddel fizetsz érte. Hát tudd meg, hogy Consuela Victoria, a nagynéném, valójában férfi. Mondtam én, hogy nagy titkok tudója vagyok. Muchas gracias, itt vagyok. Carlos Santana, Diego Armando Maradona, minden magam. Visszaszít a kis húgom. Ne feküdj a földön, mert megfázol. De hát én a nővéred vagyok, Carlos Santana, Diego Maradona.
És ezt most kell megtudnom, hogy te vagy az idősebb kettőnk közül. Most, amikor megtámadták Veracruznál a pénzszállítmányt, ami a birtokunk teljes évi jövedelmét vitte. Úgy látszik, ez ma a titkok napja Carlos Santana Diego Maradona. De jó hírem is van Don Pedrónak. Visszaszereztem az elkóborolt marhacsordát. De hát nekünk nincs is marhacsordánk. Mindegy. Most már van. Apám, Don Pedro, egy teát. Esmeralda, én nem Don Pedro vagyok, hanem Lucecita. Jaj, bocsánat. Tudod mit? Akkor ne segíts. Tudom, hogy gyűlölsz. Na, ez van akkor, hogyha nem segítek. Apám! Apám, Don Pedro, egy teát. Persze, kislány. Ízlik. Isteni. Jó napot kívánok. Meghoztuk a bútort. Ez a törökugrató utca 2? Nem. Ez Argentina. A francba, Góliát. Hát ezt jól elszúrtuk. De hogy kerültünk egy másik földrészre? Te akartál új világot, tapuskám. Hát most megkaptad. Szegény Jutka mit fog szólni? Pedig rakott krumplit csinált vacsorára. Biztos kihűl, mire hazaérünk. Csak nehogy azt higgye, hogy felelőtlenül utazgatok itt a világban, amikor nem tudok megvenni egy havi bérletet a 139-es buszra. De hát kik maguk? Carlos Santana Diego Maradona. Te tudod, hogy kik ezek? Maradona. Vágási Feri. Én meg a Góliát. Én nagyon szeretem a focit. Csak nem tudom nézni, mert Janka néni mindig a kékfényt nézi. Na gyere, Góliát, menjünk. Mert várják ezt a török ugrató utcában. Mennyi felesleges meló. Látod, én mondtam, hogy forduljunk balra az utca sarkon. De te mindig okoskodsz, öcsi. Na gyerünk, kecsölni. Apám, Don Pedro, kik voltak ezek? Nem tudom, drága kislányom. Na ne is foglalkozz velük. Jobb, hogy nem láttad őket. Kér még egy teát, apám. Nem. Azt hiszem, most már túl teáztam magam. Nos! Carlos Santana Diego Maradona, útnak indulsz, hogy visszaszerezd a pénzünket, amit Veracruznál elraboltak tőlünk. Már is indulok, Don Pedro. Csak a port fogja látni mögöttem. Persze, ahhoz már úgy is hozzászoktunk. És mi lesz a marhacsordával? Aj, Miguel! Hát nekünk nincs is marhacsordánk. És nincs. Carlos Santana Diego Maradona ide terelt egyet a földünkre. Na hát, hogyha így van, akkor ne hagyjuk elkószálni őket, és hajtsuk őket inkább a karámba. Ja, és imádkozzunk, hogy Don Alvaro a szomszédunk, meg ne tudja, hogy az ő marhái azok. Laura! Én is mehetek, apám. Esmeralda, drága kislányom, inkább maradj itthon. Főz nekünk egy teát. Amíg visszaérünk. Sou desse chão onde o rei é peão com um laço na mão. Laça fere e marca. Jó volt ez a kirándulás Dél-Amerikába, de azt hiszem, maradok inkább Gazdagréten. Nem fizetnek olyan jól, mint itt. De a Lantos utca az én közegem. Már csak egy kívánságom van, hogy Janka néni viszont maradjon Argentínában.